A Német Nemzetiségi Múzeumban a reggeli órákban tartottak eligazítást azoknak a tanulóknak, akik a nyári diákmunkaprogram keretében a Kunidomokos Múzeumnál kaptak feladatot. Az intézménynek nagy segítséget jelentenek a tanulók, hiszen ők olyan munkát is el tudnak végezni, amire a múzeum munkatársainak nem jut elég ideje. Az idei évben is, mint az előzőekhez hasonlóan, igyekszünk minél több olyan feladatot adni a tatai diákoknak, amivel egy kicsit a városban lévő összegyűjtött tárgyakat, emlékeket megismerhetik. Most az idei évben az lesz a fő cél, hogy az Ipartestületi Egyesülettel, Helytörténeti Egyesülettel közösen elkezdtünk egy kutatást az ipartestület még élő leszármazottainak és a műhelyek emlékeinek a felgyűjtéséről, és a múzeumban található tárgyak, műhelyeknek az eszköze, az pedig most a diákok segítségével feldolgozásra kerül, fényképek készülnek róluk, visszaellenőrizzük a leltári számaikat, megismerjük azt, hogy milyen tárgyak őrződtek meg ezekből a műhelyekből. Nagyon sok területen tudnak segíteni, hiszen a múzeum létszáma azért egy elég alacsony létszámú intézmény. Most például annak okáért kiemelnék egy munkafázist, ami talán még nem hangzott el, a régészeti gyűjtemény nyilvántartásának digitalizálása. Három régész dolgozik a múzeumban, akik folyamatosan ásatást végeznek, maguk csinálják ugye a leltározást is. 83 ezer nyilvántartott ételről van szó. Ha arra várnánk, hogy ez a három régész a szabad idejében még ezt az adatmennyiséget digitalizálja is, akkor hát valószínűleg évtizedek munkája lenne még előre lefektetve. Mivel a diákmunkások már a meghatározott tételeket viszik föl, tehát nekik nem kell szaktevékenységet végezni. A másik oldalt, amit kolléganő is említett, a tisztítások, a raktárrendezések területén, itt is ugye a létszám az, ami némileg nehézséget okoz, hiszen azért mi nem egész évben raktárt rendezünk, tehát ez butaság is lenne azt gondolni, hogy szükségünk lenne mondjuk 10 állandó raktárrendező munkatársra, de ilyenkor tudjuk időzíteni a nagy takarításokat, a pakolásokat, amiben viszont nem vonunk el más munkatársat az adott szakterülettől, ahol ő dolgozik, mert megkaptuk a segítséget, és a diákok nem csak fizikai munkát végeznek, hanem megismerkedhetnek közben azokkal a tárgyakkal, amiket akár az őseik is használtak, és rácsodálkozhatnak arra, hogy 100 éven belül mennyire más világ volt még itt körülöttük. Tehát én úgy gondolom, hogy nem csak nekünk segítség, hanem a diákok számára is egyrészt élmény, másrészt pedig egy tanulási lehetőség. Mondhatnánk azt, hogy játszva tanulás, de ez inkább a pakolva tanulásnak a lehetősége.